Ég alatt élen, halaknak álma, szétfolyó téboly, lebegnek némán, smaragd vizekben, jég alatt, s szétfoly, szétfolyik álmok a nagy vizekben, ezüstös halaknak álma. Aludj hát, drága, jégpáncél támadj, ezüst halaktól tanulj el álmot, nagy vizek mélyén alvó halaktól tanuld a nagy álmokat. Vontatott élet, vontatott álom, szétterül, fázva, jég a fedője, szemhéja szemre, színezüst zárja. Tanuld el, drága, halaknak álmát, a vontatott hófehér tébolyt. Jég alatt télen, zöldes vizekben, halak lebegnek, szenderegnek, és az ő álmuk álmaidban hangtalan szerte folyik. Hangtalan élet, hangtalan álmok, jég alatt vízben kopoltyutátok, jég alatt télen halaknak álma, úszik a szemben, mikor lezárva. Álmod hát, drága, halaknak álmát, a vontatott hófehér álmot. Semmi sem mozdul, kopultjutátok, elszenderednek mind az átkok. Engedd magadba, halaknak álmát, a vontatott nagy álmokat. Kezdjem. Na jó, én elkezdem. Kezdem. És akkor ugye úgy, ahogy szoktam, hogy hol volt, hol nem volt. Tényleg már megint ezt akarod? Jó. Jó. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy nagy, vagy kétszer volt, de az is lehet, hogy háromszor. Mert semmit se lehet tudni, de semmit! Egyszer volt, kétszer, háromszor, vagy soha, de soha nem volt. Soha egy nagy birodalom és annak a népe. És arra a népre valaki álmot bocsátott. Hogy kicsoda, micsoda bocsátotta azt az álmot arra a népre, az el van felejtve. És akkor a nép hosszú-hosszú 40 éves álomba merült, nagy örjöngés volt az egész univerzumban. Én láttam, én ott voltam. Kell ezt nekem mondani? Jó, jó. Nagy örjöngés volt, csak ez a nép aludt. És ezt a népet valaki, az a valaki, aki régen el van felejtve, hirtelen fölébresztette, az a valaki. Gondolt egyet már megint. Gondolt egyet, vagy kettőt. Hogy ő hányat gondolt, azt már ő maga sem tudja. És egy rántással letépte a szemekről az álmot, és minden el lett felejtve. És a nép felébredt, és ott akarta folytatni, ahol azt gondolta, hogy abba hagyta. A rengeteg ébredő közül egy valaki egy valahol szintén felébredt. Felemelte álomittas arcát, és azt kérdezte, ami a legfontosabb. Ki vagyok, hol vagyok? Azt, hogy mi végre vagyok, azt nem kérdezte meg ez a valaki, csak azt, hogy mi vagyok, hol vagyok.
De erre nem tudta a választ, olyan sokáig tartott neki az ő alvása. Elvesztettem magam! Elvesztettem magamat az alvásban! Ki vagyok én? Kiáltotta, és körülnézett. Egy konyhában találta magát, és észrevett valakit, aki az asztalra borulva aludt. A kilétét kereső belemarkolt a hajába, felrántotta a fejet, és az alvó arcába nézett. Ezt az embert ismerem. Osztálytársam volt. És eszébe jutott egy osztály. Ecsédi! Ez a név jutott eszébe a kilétét keresőnek, és rázni kezdte az albót, hogy Ecsédi! Ecsédi, felébredtünk! Kiabálta. Ecsédi, emlékszel még? Ecsédi lehúnyt szemmel mondta, hogy én mindenre emlékszem. És mire emlékszel, Ecsédi, mire? Éltünk, aludtunk. Ecsédi, én nem emlékszem semmire, ki vagyok én, Ecsédi, mondd meg! Ecsédi lehúnyt szemmel mondta, hogy Your name is Vizi Miklós. Tütapel Miklós Vizi, tuo nome Nikoló Vizi, kibia zavut Nikolaj Vizi, 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 mondta Ecsédi, és aludt tovább. Álmában nagy halakat látott, vizekben lebegve, álmot vonva magukkal, redőző árnyakat. Énekelgetett magában, csemcsegett, tiszta nyálcsordult a szája szélén, ringatta magát. Ez hát a nevem! Ez a név, ez voltam én! És az illető, aki most már Vizi, a tükörbe nézett. Jellegzetes kelet-európai arc repült felé a hófehér tükörből. Új korszak van! Új világ! Felébredtünk! Kiáltotta, és fejjel rohant az ajtónak, amely az utolsó pillanatban kinyílott, és Vizi, most már tudjuk a nevét, Vizi, egy szigorú nagykabátos társaságba rohant bele a gangon. A férfiak lehettek vagy tizen, új lenyomatot vettek tőle. Ekkor derült ki, hogy mind a 11 nagykabátot viselnek, hogy alatta szorulnak össze gúlában, mert ők egy bizottság voltak, mely az elmúlt időszak bűneit és hős tetteit állapította meg tisztázó szigorúsággal. Tisztázó szigorúság, mondta a bizottság vezetője, aki a téli kabát gallérját viselte magán, ritkásajú szép feje kócsakhoz hasonlóan koronázta meg az ember gúla tetejét. Jellegzetes bolsaviki új lenyomat! Kiáltotta egy szélsőséges a kabátujjából. Neogótikus új begybordázat, egyházi elmélyülésre való! Zengte egy hang a váltömés alól kimagasodva. Magának való költő, mondta egy szelíd szemű tag a belsősebből sugározva. Az igazat megvalva kevésre emlékszem a múltból, mondta Vizi, mert elhatározta, hogy becsületes lesz. Csak annyi biztos, a nevem Vizi Miklós. Az embergúla tetején gallért koronázó kulcsagrikoltást hallatott, hogy Miklós! 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 Tegeszetek Miklós! A mi emberünk! Sügöltötte a lenti tagoknak. A mi emberünk! Fedhetetlen hőse a 60-as, 70-es továbbá a 80-as etapnak, amikor legjobbjaink is fekszültek rózsa álmok virló képeivel ámítani magukat. Emlékszem egy mondására. Meddig tarthat ez még? De ezt mondta a keleti pályaudvar nagy óráját nézve a kagylóba, miközben 12 hallgatták le a telefonját. A mi emberünk, az újkor hőse, Szent, Szent Miklós. Szentet csinálunk belőle, arra van most szükség. És a téli kabából karok csápjai nyúltak elő, megragadták Vizit, aki nagy, sötét alagútban repült ezután, míg végül meleg, ölelő, bendőszerű helyre érkezett. A jövőbe. Hagyjuk most Vizit a helyen, és vessünk egy fúró pillantást bele Ecsédibe, aki két karjába temetve arcát még mindig aludt, holott körülötte egy világkelt új életre zengve. Ecsédi alvása miatt kimaradt az újjáépítésből egy időre, hogy mennyi időre, az csak azt tudja, aki el van felejtve, telt múlt az idő, Ecsédi csak aludt. Ám egyszer csak mi történt. Egyszer csak. Csengő szó élet tépte fel a csendet, s a borotván laklan egy Ecsédi felriadt szintén. Rögtön, mint derre emlékezvén támolygott az ajtóig feltárta. Egy olyan kékszemű férfi állt oda kint, kinek az arca olyan volt, mint a lakat. How do you do? Csattant fel a hangja. How do you do? Mondotta Ecsédi a kába. Nevem Thomas Edward Lawrence, mutatkozott be a férfi, és meglobogtatta az indigókék sejen burnuszt, amelyben ő volt, mert arabnak volt öltözve. A szeme kék,
mint az Oxfordi College könyvtárának a legfelsőbb polcán az Enciklopédia Britannica gerince a betűző délutáni kriket pályáról jövő napfényben szokott. Új kék. Nevem Thomas Edward Lawrence, napjaink első számú Kelet-Közép-Európa szakértője vagyok, titkos ügynök. Szeretem az ön népét, mert az végletekig éli meg a rosszat és a jót. És ekkor Ecsédit fölkapták, mert a lakatarcú intésére burmuszos arabok lepték el a gangot, és vitték ki Ecsédit az utcára, káprázó napnak a fényére. Ecsédi a margiti pesti hitfőjének a torkában találta magát, ott egy teve púpjára lökték, az állat ringva elindult, Ecsédi a lakatarcú acélderekát hátulról karolva tartott délkelet fele, odébb a Duna távolabb a Margit sziget, jobbra a Néphadsereg utca, a cél ismeret. És végre Ecsédi körül tudott nézni. Mit látott? Kunyorgó szemével mit vajon? Egy romjaiból újjáéledő várost látott a tevén imbolyogva. Az elmúlt évtizedek tizedelte füstölgő labirintust. Kietlen tájat, egyetlen csillogó szemmel verő színpadot. Ecsédi fölsóhajtott volna, de a levegő mérgezett volt. Még nem oszlott el az égről a korom, a házak vakulatát lemarta volt a méreg, a teve lukakba lépett, repedezett a kövezet, s a lakosság, a helybeli lakók sántító lovakat üldöztek, egymást ölelgették, hogy hát te még, hogy éltétek túl? Íme a hazája egy rabló támadást követőleg. Szögezte le a lakatarcú hátra vetve egy kék villanást a terén. Szegény hazám, sóhajtott ki mérget Ecsédi. Nevem Arábiai Lawrence, mutatkozott be megint a lakat. Utunk célja, de erről majd később, megértem önt. Mit csinálunk? Mi lesz itt továbbá? Ismerte föl helyzetét Ecsédi ringva. Nem tudom összeszedni magam a tirtelennyében. Itt műtét, érti? Műtét. Felhalmozni, középosztályt csinálni. Ennek lesznek áldozatai, de hát ez egy műtét. Eredeti felhalmozás. Megértem önt. Én anglo-amerikai figura és ügynök vagyok. Pacifikálni. Vizi Miklós küldött önért. Vizi? Hol van Vizi? Hol? Kiáltotta egy lobogva égő ház alatt teve háton pislogva Ecsédi. De a lakatarcú csak mint egy gyarmatra rámosolygott. A központba. Oda tartunk. És arabjai fölvíjogtak puskáikat, mert azok is voltak nekik. Sütögették az olmos égbe Budapesten 1989. június 2-án. Budapesten. Ezek szerint a magyarok fővárosában vagyunk. A neve Budapest. De most már ne nézzünk körül. Nézzünk inkább a beteg égbe, miként Ecsédi ekkor, és onnan nézzen vissza ránk az, aki el van felejtve. Nézzen vissza ránk, de nem kell elárulnia semmit, ezt nem akarjuk, mi csak azt akarjuk, hogy nem akarunk mi semmit. Csak, hát, mi az ember? Az ember gombásodás, vörheny és kanyaró, a földnek orcáján allergia volt. Aztán megint csak ringott a teve karaván. Még nem a Lawrence nevű kém szárazon megszólalt, hogy well, utunk céljához érkeztünk, my friend. A központot látja maga előtt. És Ecsédi kinézett az angol szikár burmuszos vála mögül, és megpillantotta a nyugati pályaudvart. Na most ezt úgy kell elképzelni, amit ugye Ecsédi látott, úgy kell elképzelni, mint egy három osztatú tervrajzot egyelőre. Legbelül emelkedett a nyugati pályaudvar impozáns tömbje fellegvárszerűen az égre. Körülötte a középső gyűrű, egy nagy embertömeg, amely be akart jutni, csak azért, mert a pályaudvar neve nyugati volt, de kék sisakosok nem engedték őket erre a tragédiára, még visszatérünk. Kék sisakos katonák szorították vissza a tömeget. A legkülső gyűrű pedig egy nagy-nagy bódé település volt. A féle vadkeleti piac.
pilláfárusok, koldusok, zsebtolvajok, szerzetesek, korrupt rendőrök, szerb komitácsik, erőművészek, citerások, medvék, rengeteg szemék, lócitrom, mert lovak is voltak ottan. Árusok kelepeltek, anyák siratták halott fiaikat, nőgyógyászok végeztek abortuszt a nap ellen kifeszített ponyvák alatt, értelmiségiek vitatkoztak a médiák műsortervéről. Nagyon sok volt a rákos, infarktusos, de sok volt a vidám pofa is, stb. A legszélső gyűrűnek és a szélénél, közvetlenül a pénzváltók asztalkája mellett, a közös nagykabát alá bújt igazoltató bizottság szűrte meg az érkezőket. És a kiemelkedően nemes kócsakfej rájuk rikoltott, hogy igazoljátok magatokat, kutyák! Mit tettetek a szebb jövőért? Tetvek, ganék, tökörészek, dögvész, fúj! Ecsédinek az ijegységtől egy fillér sem maradt a zsebében, ő helyette az oxfordi spion kattant egyet, mint a lakat. Nem ismersz meg, testvére? Sir Thomas! Rikoltotta a kócsag, és hosszú nyakát mélyre hajtva a gallérból csókolgatni kezdte Lawrence piros csizmáját. A bizottság többi tagja is kikiabált a külső és a belső zsebekből, a kabátújból meg a gombok mögül, hogy Sir Thomas, Sir Thomas, Sir Thomas, Sir Thomas, Lawrence, kezi csókolom! Bemutatom Mr. Ecsédit, Mr. Vizi barátját. Jegyezte meg a hidegvérű angol. I suppose, mondd ez a névönöknek valamit, Vizi. A bizottság tagjai ugrándozni kezdtek a kabát alatt, hogy Vizi, 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 Vizi. A kócsakfej pedig már a földön fent a csőrét úgy víjogta, hogy ó, 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 a fényes ortai bülbül szagú, Mr. Vizi, hát ő az, aki már bent van, nagyságod engedelmével bejutott, ugye, oda bent van, ő már boldog a nyugati pályaudvaron, új jó neki, új szerencsés, új szép, rózsalugasban ringatják retteget személyét, dioköldök, hurik, ellenségei letépet fejével labdázik, mélán vessző, om a mosóporban fürdetett mosolya, fényesebben tündöklik a New York-i szabadságszobor fákjánál, még az európai eszme ragyogásánál is, neki már jó, ó, neki már jó, és mikor juthatunk be? Sir Thomas. Vizi a pályaudvaron van? Mr. Lawrence! Kiáltott fel Ecsédi. Ezek szerint Vizi a pályaudvaron van? Bent van a nyugati pályaudvaron? Azonnal látni akarom a barátomat. Ha-ha-ha-ha-ha! Nevetett fel a kócsakfej. A pályaudvaron nem juthat be gatyás paraszt furkóházi senki bunda, körmös indulatú keleti. Nyelvi vizsga kell hozzá, alacsony vérmérséklet, magas IQ, szexvizsgálat, hűségnyilatkozat. De Lawrence megsimogatta Ecsédi fejét. Majd én elintézem. Az más, ha Mr. Lawrence elintézi, mondta a kócsakfej, és a kabátszárnyakat széttárva földig hajolt. Lawrence hátra villantott egy kéket, mosolyogni akart válaszolni, de hirtelen apokaliptikus dobogás, csatazaj, vakgetés és fegyvervillogás történt, és a Bajcsi Zsilinszki út, a Váci út és mindkét körút felől fergeteges támadás érte a piacot. Víjogva és torokból ugatva, írgatlan tatár lovas csapat zúdult elő, és vágta közben énekeltek, hogy